kormány a KSH-n keresztül minden hónapban közli az átlagbéreket, amiket egészen nevetséges számok már a magyar valóság tükrében. Ugye hát ilyen óriási számokról beszélnek, hogy általában milyen jó a magyar embereknek. És a KSH az elmúlt napokban kihozott végre egy mediánbért, ami egy egészen másik számításon alapul, és hát ebből kiderült, a bérek közelében nincsenek annak a hazugságnak, amit a kormány itt az átlagbéreken keresztül kommunikál. De a legnagyobb borzalom az az, hogy még ez a mediánbér is gyakorlatilag egyáltalán nem fedi a tragikus valóságot, hiszen ebből is kimarad 1,5 millió magyar állampolgár, akiknek ráadásul általában még annál is kevesebb a pénze, mint akiket beleszámolnak ezekbe a folyamatokba. Tehát Magyarországon gyakorlatilag azon felül, hogy nem lehet tudni, hogy az emberek hivatalosan mennyit keresnek, azt kell, hogy gondoljuk, hogy az átlagbérek, amit a tömegek keresnek, az valahol nettó 150-160 ezer forint környékén vannak. Ez egészen döbbenetes. Az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom azt mondja, hogy ez tűrhetetlen. Ilyen árak mellett a minimálbérnek legalább havonta nettó 250 ezer forintnak kell lennie. Mi ezért küzdünk. Most, május 1-én is ezért fogunk autós tüntetést tartani. Gyertek velünk, küzdjünk együtt a 250 000 forintos nettó minimálbérért.